A Tolnai Dunaparton lévve Altaripa szabadidőparkban kérdeztük Lány Antalt a kivágott fákról, illetve a még meglévő állomány állapotáról. egy túlkoros nyárfa uh, utó életét és a miértjét kell megmagyarázni jelen pillanatban. Ez a fa ez elérte a vágáskorát már tíz évvel ezelőtt. 2021-ben készült róla egy szakvélemény, hogy ki kell vágni, mivel te a Fágok korhadnak, és tőrothadás is meglátszott a egyeden. Tovább nem tudtunk vele várni, a kivágása most történt meg múlt héten. Egy egészséges nyárfa körülbelül 25 éves korára vágás érett. Ebben az esetben egy körülbelül 50 éves beteg példányról beszélünk, mely belseje korhat volt, ami a felvételeken is jól látható. Ez itt található filagóriának a Tetejére már több alkalommal szakadt rág, rá és jelen pillanatban olyan beteg volt a fa, hogy veszélyeztette volna az itt játszó gyerekeknek a, az életét is. A parkban kivágott fák java része pótolva lett, a múlt héten kivágott fa helyére egy mecsek típusú gömbkör is került tavasszal.